Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szerdlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Hát ha valakinek ez nem annyira szimpatikus, akkor végén vissza tudom magázódni, amire ugye nagyon nem szokott példa lenni, legalábbis én nem emlékszek rá. Egy-két gondolat magamról. Budapesten élek családommal, két fiú gyermek apja vagyok, feleségemmel most már 30, hány éve? 36 éve vagyunk házasok, és a gyerekeink is ehhez képest ugye már javában nagykorúak. Én egyébként 87 óta kezdtem el az emberekkel való foglalkozást. Egyébként az alapszakmám az műszaki, és a gépjármű ipar volt a régi szakterületem, úgyhogy elég messze esett attól, amit most csinálok. 87-től foglalkozok emberekkel, 91-től dolgozom csapatban, és 91-től szervezek embereket, és azóta a saját szervezésű csapatom van 91 óta. 94-től vezetek, illetve tanítok embereket, és azóta több tízezer ember képzésében vettem részt személyesen, illetve több százezer embernek vittünk el a csapatommal együtt valamilyen életjobbító lehetőséget itt a sok év során. A vezetésemmel négy területen lettünk piacvezetők, és amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk, és akár azt is lehetne mondani, hogy két területen is már talán piacvezetők vagyunk. A coach képzés területén a legtöbb coach itt képződik, ez az egyik, a másik pedig ugye, ha most azt nézzük, hogy spirituális közösség, tehát ugye ez egy másik dolog, akkor mondhatjuk azt, hogy amit közösségnek nevezhetünk és spirituális, azt mondhatnánk azt, hogy Magyarországon a legnagyobb spirituális közösséggel rendelkezünk, de szó szerint közösséget értsük, tehát a közösség azt jelenti, hogy összejárnak az emberek, tehát ugyanazok az emberek is összejárnak rendszeresen. Na most ebben sikerült ezt az eredményt is elérni. Tehát akkor ki is derült, hogy igazából két olyan dologgal foglalkozunk ma, ami egy kicsit egyedi, méghozzá ugye emberek olyan szintű képzésével, hogy ne csak azt mondjuk meg az embereknek, hogy mit kellene másként csinálniuk, hanem azt is megmondjuk az embereknek, hogy hogyan csinálják azt a bizonyos mást. És hát ahhoz, hogy az ember jól csinálja az életben a dolgait, azért arra is szükség van, hogy az ember ismerje az élet, illetve az ember működését. Tehát fontos lenne, hogy az ember képes legyen az élethelyzeteit helyesen kezelni. És akkor szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ? Na, mi baj van a világ haladásával? Tessék? Etikátlanság. Rossz irányba. Rossz irányba. Ilyenkor most bele lehet szólni, amikor kérdezek, akkor nyugodtan, jó? Manipulálják az embereket, igen, társadalmi szinten. Romlott a társadalom? Hát tisztelt a kivételeknek. Igen? Anyagiasak. Anyagiasak az emberek. Elnyomás van. Hát vannak akkor bajok, nem? És halott vagy egyáltalán halad. Igen. És szerinted mi várható, ha ebbe az irányba halad tovább? Egyre nagyobb
Hát igen, sok jó nem várható, nem? Bár éppen küldött át nekem valaki egy videót, illetve egy linket, de csak azért néztem meg, mert 10 perces volt. És ugye ez a, tehát nem leértékelően mondom egyáltalán, mert fölnézek erre a személyre, egy David Icke-tól nevezett. Tehát küldött át egy videót. És ugye arról beszélt, hogy felemelkedik az emberek rezgése. Tehát erről szólt ez a 10 perces videó. Tehát gyakorlatilag miről volt szó? Ez egy megnyitó videó volt, tehát hogy valakit megnyisson, tehát hogy rálásson arra az illető, hogy milyen világban élünk, és jobbnak kéne lenni. De ugye az egész arról szólt, hogy majd magától megváltozik. Tehát mert hogy fölemelkedik a rezgés, és ezért ez a fajta háttérhatalom, ami most működik, ez széthullik darabokra. Hát jó lenne, ha így lenne. Nagyon jó lenne, csak ez nem így van. Tehát mondom, arra jó a David Icke, hogy megnyisson embereket, mint sok egyéb előadó a spirituális területen, meg arra is nagyon jó, hogy motiválja az embereket arra, hogy jobb hangulatúak legyenek, mert gyakorlatilag csak ennyi, mert ugye a legbosszantóbb az, meg a legrosszabb az embereknek az, mikor a reményt ugye elveszítik, és legalább a spirituális előadók jó része az legalább reményt ad az emberek számára, a remény pedig segít a túlélésben az embereknek. De csak a túlélésben, és nem az a lényeg, hogy egy ember túléljen, hanem az a lényeg, hogy boldogan éljen túl, nem? Hát azért születtünk, hogy boldogok legyünk, nem? Hát ehhez képest, ha körülnézel, nem sok boldog emberrel találkozol, nem? Tehát ilyen fizikai boldogságot néha látni embereken, hogy ilyen nagyon rövid távú boldogság, hogy valamilyen boldog dolog érte, és akkor ennek hatására gyorsan jó állapotba kerül, tehát gyorsan boldog lesz, de az, amilyen gyorsan jött, az szinte olyan gyorsan múlik. Egy esetben szoktak még az emberek úgy látszatra boldogabbak lenni, hogyha mondjuk szerelmesek, de csak akkor látod rajta, hogy boldog, hogyha a szerelem tárgya az ott van vele. És amikor valahogy a szerelem tárgya az nincs ott, ugye az a másik személy, akkor ez a boldogság valahogy már nem látszik rajta. És én mindig ezt figyelem meg, hogy az emberek, akik szerelmesek, addig boldogok, amíg ott van a párjuk, illetve akiben szerelmes, és egyébként meg olyan nagyon nem lehet rajtuk látni. Tehát ugye a boldogság az egy nagyon jó hangulatot jelentene, tehát az ember, mondhatjuk azt, hogy hát élvezi az életének minden pillanatát, nem? Tehát ezt így lehetne kifejezni a boldogságot, hogy élvezi minden pillanatát. Tehát hogy lehet élvezni minden pillanatot? Hát nyilván úgy, hogy az ember szeretetben él, nem? Elismerésben él, az azt jelenti, hogy képes szeretetet adni, kapni, képes elismerést adni, kapni, akkor az is fontos, azon túlmenően ugye egészséges, akkor van elég pénze, ugye ez lenne az utolsó, és van még egy dolog, amit nem mondtam. Ja, szabad. Tehát szabad, és van elég pénze. Tehát szabad. Ugye a szabadság azt jelenti, hogy nem azt csinál, amit akar, mert az nem szabadság, hanem azt úgy hívják, hogy liberalizmus. Tehát a szabadság az, hogy oda megy, ahol akar, akkor, amikor akar, azzal, akivel akar, és addig marad, ameddig akar. Jó? És azt csinálja, amit szeret. Jó? Tehát ez a szabadság. Na most, hát jelenleg olyan világban élünk, és ez úgy magától nem fog megváltozni, mert olyan világban élünk, ahol vannak vallások. Nem?
Sőt, elég sokféle vallás van a bolygón, és nem azt látni, hogy a vallásos emberek azok nagyon tudatosak. Hát nem azt látni, hanem inkább azt látni, hogy sok vallásos ember egyáltalán nem tudatos, és ha a vallás meg a tudatlanság van jelen, akkor jön létre a terrorizmus. Tehát egy tudatlan vallásos embernek a bizonyítéka, amikor valaki ilyen öngyilkos merényleteket csinál. Zsarnokság ott tud lenni, ahol van hatalom, de olyan hatalom, ahol a tudatlanságra alapul. Tehát maga a hatalomban lévő is tudatlan, meg azok is tudatlanok, akik a hatalmon lévők vezetnek. Ugye ha szabadság van, de ahhoz szintén a tudatlanság párosul, akkor azt úgy hívják, hogy káosz. Tehát abból káosz lesz. Korrupció tud jelen lenni, ahol van pénz, de tudatlanság is jelen van, és ez a kettő együtt hozza létre a korrupciót. Szegénység ugye a bolygón van, és amellé tudatlanság is párosul. Hagyjuk bejebb az ajtót, hogy ne halljuk azt a csengetést. Tehát szegénység mellé tudatlanság párosul, na ott jön létre a bűnözés. Na most az a baj, hogy ezeket a dolgokat ugye a gonosz hozza létre, tehát ami azt jelenti, hogy a tudatlanság minden gonosz eszköze és a gonoszság gyökere. Tehát gyakorlatilag most gondoljátok végig, tehát nagyon érdekes, onnantól kezdve, hogy megírták a Bibliát, egy furcsa dolog van benne. Egy nagyon furcsa, ami mesehabbal, jó? Tehát az, hogy a Jóisten nem akarta, hogy az ember az a tudáshoz jusson. Na most, hát ahol nincs, tehát ahol egy ember tudatlan, látjátok? Ott akkor ez van. Tehát a Jóisten nem akar olyat, hogy terrorizmus legyen, zsarnokság legyen, káosz legyen, korrupció legyen és bűnözés. Pedig a Bibliában azt írják, hogy a Jóisten akarta azt, hogy a tudás az ne jusson az emberiség birtokába. Tehát magyarul megbüntette Ádámot és Évát, mert hozzájutottak a tudáshoz. Mert ettek a tudás fájából. Na mindegy, most hogy értelmezzük ezt, tehát hozzájutottak a tudáshoz. Tehát ezt nem egy jó Isten csinálhatta, hanem egy gonosz. Világos, tehát ez a része a Bibliának szemen szedett hazugság. Vagy tényleg így volt, de akkor az nem a jó Isten volt, hanem a gonosz Isten. Magyarul ezt úgy hívják, hogy Sátán. Világos? Tehát egy bármilyen lény tudatlanná akarja tenni az embereket, ez mindegy, hogy ember vagy Isten, akkor abból ez jön létre. Ezt nem akarja egy jó ember, vagy egy jó Isten, nem akarhatja ezeket, hát csak egy gonosz, nem? Nyilvánvaló. Tudod, hogy miként működik az ember? Hát az emberek se tudják, ugye akik itt tanulnak, azok már kapizsgálják ezt a kérdést. Kezdik sejteni, így van. De milyen jó lenne, hogy az emberek tudnák, hogy hogyan működik az ember, nem? Tehát ugye nekünk sok olyan képzésünk van, ami ezzel foglalkozik, hogy mi emberek hogyan működünk. Tudod, hogy miként működik az élet? Hát akik itt tanulnak, ugye szintén kapizsgálják ezt a kérdést, de a többiek nem nagyon tudják. Tehát hogyha megnézed ezt a két dolgot, csak ezt a két dolgot, akkor ugye vannak olyan tanítók, előadók, inkább úgy mondanám, hogy előadók, mert tanítónak én azt tartom, aki olyan tudást ad az emberek számára, amit lehet hasznosítani, főleg a mindennapokban. Tehát azok az emberek, akik előadásokat tartanak emberek számára, és felhívják a figyelmet, hogy esetleg mit kellene másként csinálniuk, akkor ugye avval nagyon sokra mennek az emberek, hogy mit kellene másként csinálni, mert ugye az arra minden jó ember rá tud jönni, hogy mit kellene másként csinálni, hogyha rosszat csinál, nem? De hogy kellene azt a
rosszat kijavítani, vagy hogy kellene helyesen cselekedni, hát ahhoz már némi nemű tudásra lenne szükség. És az a baj, hogy valahogy ez a tudás, ez mintha el lenne titkolva az emberiség számára. Nem? Az emberiség elől. Tehát el lenne titkolva. Tudod, hogy mik a legfőbb alapelvek az életben a boldog élethez? Tehát az emberek nem tudják az alapelveket a boldog élethez. Tehát a boldog élethez eleve hozzátartozik alap az erkölcs, becsület, tisztesség. Tehát ez hozzátartozik. Tehát enélkül nincs boldog élet. Tehát egy bűnöző lehet akármennyi pénze, boldog soha nem lesz. Világos ez? Tehát egy bűnözőt, most gondolj bele a boldogságnak a feltételeit. Azt mondja, hogy szeretet, egészség, elismerés, szabadság, pénz, és azt csinálja, amit szeret. Na most ugyan mondd már el nekem, hogy egy bűnöző ebből az ötből mennyivel rendelkezik? Hát a többségével nem rendelkezik, mert egy bűnözőt ki fog szeretni? Hát nem sokan. Nem? Egy bűnözőt ki fog elismerni? Hát nem sokan. Egy bűnözőnek meddig milyen szabadsága lesz? Hát eleve bujkálnia kell, nem? Tehát egy ember akkor tud boldog lenni, hogyha ezzel a hat dologgal rendelkezik. Jó? Tehát még egyszer. Szeretet, egészség, elismerés, szabadság, pénz, és azt csinálja, amit szeret. Jó? Tudod, hogy mi az értelme az életednek? Tehát a legtöbb ember megkérdeznéd, mi az értelme az életének, akkor azt mondaná, hogy hát egyek, igyak, pihenjek, gyereket felneveljem, aztán majd lesz valahogy. Nem? Ezt mondaná. Hát akkor én meg erre válaszként azt tudom mondani, hogy az állat is eszik-iszik, nem? Az állat is fölneveli a kölykeit. Nem? Az állat is pihen, és akkor az ember egyenlő az állattal? Hát lehet, hogy aki így gondolkodik, az közel van az állathoz, hogy elég közeli rokonságban. De én úgy gondolom, hogy aki nem így gondolkodik, akkor az valamilyen értelmet ad az életének. Milyen értelmet adhat az ember az életének? Szerintetek? Hát ha valami olyat csinál, ami az emberek javát szolgálja, nem? Vagy lehet, hogy nem az emberek javát, hanem mondjuk az élővilág javát, nem? Vagy a föld javát szolgálja. Vagy a, mit tudom én, a szellem vagy a lélek javát szolgálja, nem? Vagy a teremtő javát szolgálja, nem? Tehát amikor valami komolyabb értelmet ad az ember az életének, nem? Minél több olyan terület a Földön, ami nélkül gyakorlatilag itt nincs élet. Nem? Na most, ugye van egy dolog ezzel kapcsolatban, ez a következő. Minden mulandó, kivétel egy dolog a világegyetemben, minden mulandó, tehát minden mulandó, és hogy minél hosszabb életű legyen az a valami, ami mulandó, arról az értelmes lényeknek gondoskodniuk kell. Ez egy szabály. Tehát ha bármi, ami mulandó, egy értelmes lény nem gondoskodik arról a dologról, akkor annak a mulandósága felgyorsul. Oké? Tehát akár egy kődarabra vigyázol, az sokkal tovább fog
lenni az a kődarab, mint ha kiteszed a környezet hatásainak. Tehát nap, víz, stb. Hideg, meleg, stb. Világos ez? Tehát még egy kődarabról gondoskodsz, még az is sokkal tovább fog létezni, mintha nem gondoskodik róla az értelmes lény, az ember. Most mi esetünkben az ember, de én azért nem az emberről beszélek, hanem az értelmes lényekről beszélek, mert az értelmes lények az azt jelenti, hogy nem csak az ember van a világegyetemben, tehát nem csak az emberről szól a történet. Tehát lényeg az, hogy minden a világegyetemben, ha gondozva van, akkor az tovább működik, tovább él. Oké? Világos ez? Na most, ha az értelmes lények ezt a gondoskodást a visszájára fordítják, akkor gondold végig, mondjuk beszéljünk az emberiségről, mondjuk az emberiség a gondoskodást visszájára fordítja, tehát nem gondoskodik, hanem felél mindent, akkor felgyorsítja a mulandóságot. Világos ez? Tehát, hogyha feléljük a bolygó légkörét, ha feléljük a, mit tudom én, mondjuk a növényeket, ha feléljük a, az állatokat, tehát mindent fölélünk, akkor gyakorlatilag felgyorsítjuk a bolygónak a kihalását, nem? És ha az értelmes lények tehát nem gondoskodók, hanem felélők, akkor az mindent fölgyorsít. Tehát a dolgoknak a túlélése az felgyorsul, illetve lelassul, és hamar tönkre megy minden. Világos ez? Tehát az értelme az életnek az, hogyha így most megfogalmaznánk, hogy gondoskodás valami olyanról, ami az egésznek a túlélését szolgálja. Világos ez? Tehát valami egésznek a túlélését szolgálja. Tehát az egésznek, az beleértve az emberiség, élőlények, élettelen dolgok, stb. Világos? Na most akkor nézzük tovább, gondoskodás, miről lehet gondoskodni? Lehet családtagról is gondoskodni, nem? Lehet valami közösségről gondoskodni, lehet az emberiségről gondoskodni, lehet az élőlényekről gondoskodni, élettelen dolgokról gondoskodni, nem? Lehet a szellemi-lelki dolgokról gondoskodni, lehet a teremtőről, teremtőkről gondoskodni valamilyen szinten. Hát a teremtőkről, teremtőről hogy lehet gondoskodni? Na, hogy lehet gondoskodni szerinted? Jó, de milyen hittel? Hát a hitnek kismillió fajtája van. Tehát egy ember hihet a sátánba is. Hihet a gonoszságba is, nem? Hány olyanok vannak, akik a gonoszságba hisznek? A teremtőben való hittel. Eddig még nem talált? Szeretettel. Nagyon jó, így van, szeretettel, így van. Tehát a teremtő felé, a mi teremtőnk felé a gondoskodás az, hogyha te szeretsz. Érted? Tehát szereted az embereket, és szereted mondjuk a teremtődet. Világos? Ez a gondoskodás. Természetesen ebben benne van az is, hogy másként nem tudsz szeretettel viszonyulni ha hozzá, ha nem hiszel benne. Világos? Tehát amit az ember szeret, abban hisz is. Oké? Okay? Jó? De ez nagyon érdekes dolog, mert ha megnézed, amit szeretsz, az tovább él. És ha az eszköz, akkor ritkábban romlik el. Tehát tovább működik, ha az eszköz. Tehát amit szeretsz. Tehát a szeretet az egy olyan energia, ami meghosszabbítja
mindennek az élettartamát. Világos? Nézzük tovább. Szerinted nem lenne könnyebb és boldogabb az életed, ha ezeket tudnád? Tehát, hogy hogy kell ezeket helyesen működtetni? Mi kell ahhoz, hogy ezek működjenek? Na nézzük meg, mit is csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást, és azokat a képességeket, és gyakorlási lehetőséget is, amelyek által az emberek képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, illetve megoldására, a célok elérésére, továbbá arra, hogy az embereket segítsék a lelki fejlődéshez. Így az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban élve, együttműködni egymással, és ha az emberek együttműködnének szeretetben, békében és boldogságban egymással, akkor belátható időn belül aranykor lehetne. Tehát az aranykor az azt jelenti, hogy a szeretet, a béke és a boldogság kora. Annak idején, még a 2000-es évek elején volt egy olyan álmom, hogy egy ilyen istenszerű lény lejött hozzám álmomba, és azt mondta, hogy a szeretet, béke és boldogság kora együtt a csapatommal meg kell csinálni itt a bolygón. Tehát nekünk kell ezt létrehozni, mert itt minden tudás rendelkezésre fog állni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Tehát akkor is már sok olyan embert képeztem addigra, amit az életben tudnak hasznosítani tudást, és azóta pedig annyi információt kaptam azzal kapcsolatban, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember boldogabban élje az életét, hogy az azelőtt az jóval kevesebb volt. Célunk mindenki lelki fejlődése az aranykorba jutáshoz. Tehát nem fog bárki bejutni az aranykorba. Jó, ezt előre mondták nekem. Tehát amikor azt mondom, hogy mondták nekem, akkor nem emberek, jó? Maradjunk ennyibe. Egy fontos teremtői üzenet, tehát ugye kapcsolatban vagyok felsőbb energiákkal, inkább úgy hívom, hogy entitással, de ezt úgy lehetne mondani, én úgy szoktam szólítani, hogy Istenemmel, akik nyitottak a szellemi lelki fejlődésre, a tudatosodásra, azért születtek ebbe a földi létbe, mert az aranykor létrehozásában részt kell venniük. Aki ezt nem teszi, az nem éli meg az aranykort. Tehát egy olyan világban élünk, ahol bizonyos entitások, tehát bizonyos energiák, bizonyos gonosz istenek azon munkálkodnak, hogy az emberek azok ne fejlődjenek, ne tudatosodjanak, minél tudatlanabbak legyenek. Ezen munkálkodnak. Azon munkálkodnak, hogy az legyen a legfontosabb számukra, hogy minél többet vásároljanak. Lehetőleg többet, mint amennyit keresnek. Hát ha valaki többet vásárol, mint amit keres, erre van egy jó régi mondás, hogyha több a vagyon, vagy több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél. Tehát ugye, ha az embernek több a hitele, mint a vagyona, akkor eléggé boldogtalanná tud válni, hogyha esetleg azt mondják neki, hogy ki kéne már fizetned azt a hiteltartozást. Szóval, ha megnézzük, arra serkentik az embereket, hogy erőn felül költekezzenek, de ha nem is költekezik a legtöbb ember erőn felül,
mégiscsak olyan dolgokra ad ki, ami nem része a szükségletének. Tehát ha megnézitek, az emberek ma a fizetésüknek legalább egyharmadát olyan dolgokra fizetik ki, amire igazából nincs is szükségük. Tehát most gondold végig, ezt csak úgy mondom, mi a szükséglet? Tehát a szükséglet az, hogy ne éhez, nem? Kapjál levegőt, nyilván, ugye alap dolog, legyen elég iható víz, nem? Tehát iható víz, de nem alkohol is ital, iható víz, jó? Akkor ugye tudjál ruházkodni, nem? Tehát szükséglet az, hogy családi formában éljen az ember, ez is valamilyen szintű szükséglet, nem? Akkor szükséglet az, hogy ne fázzon, ne ázzon az ember, nem? Tehát legyen ruházkodás, tető az ember feje fölött, ahol lakik, nem? Ne fagyjon meg, stb. És szükséglet az, hogy hát ahova feltétlenül el kell jutnia, oda el tudjon jutni. Tehát mondom, feltétel nélkül. Mondjuk a munkahelyére el tudjon jutni, nem? Tehát ahol dolgozik, oda el tudjon jutni. Tehát ahol keresi a pénzt, oda el tudjon jutni, nem? És lehetőleg ne, mit tudom én, két hét alatt jusson oda, két hét vissza, nem? Hanem viszonylag gyorsan, nem? Hát ha megnézed, régen ezt úgy küszöbölték ki, hogy nem messzire mentek dolgozni, nem? Hanem mit tudom én, kiment a kert végén, mert ott volt a földje, stb. Stb. De a legmesszebb a falu végén, vagy pár kilométerre ott volt a földje, és oda más nem kiballagott egy fél óra alatt. Na most hát most ugye ez már nem így van a legtöbb esetben, hát ezért vannak ugye a közlekedési eszközök, amivel az ember ide-oda el tud jutni, nem? Na most akkor nézzük meg ugye például ezeket a dolgokat. Na most ezen felül, tehát nem szükséglet a közlekedési eszköz, ezt csak úgy mondanám, mert rendelkezésünkre bocsájtanak közlekedési eszközt gyakorlatilag nem nagy pénzért, ha jobban megnézzük, nem? Tehát nem nagy pénzért. Tehát hogy nekem semmi gondom nincs azzal, hogyha valakinek van annyi pénze, hogy tud venni mondjuk KP-ra egy közlekedési eszközt. Ma az emberek 80%-ánál nagyobb arányban nem KP-ra vesznek közlekedési eszközt. Jó? Hanem hitelre. Tehát ha valaki vesz közlekedési eszközt, akkor azzal semmi gondom nincs, hogyha megveszi KP-ra. Világos ez? Ha nem tudja megvenni KP-ra, akkor járjon tömegközlekedéssel. Ennyi. Jó? Tehát, de akkor is csak akkor, hogyha a létszükségletéhez kell az, hogy ő tudjon közlekedni. Világos ez? Tehát ha például otthon dolgozik, akkor minek neki az autó? Nem? Hát vásárolni, hát gyakorlatilag a legtöbb olyan hely, ahol vásárolni tudsz, az gyakorlatilag pár percen belül elérhető gyalog. Mert miért kell 20 kilométerre menni vásárolni? Nem? Hát ezért mentek tönkre a kisboltok. Mert az embereknek van autójuk, és el tudnak menni a 20 kilométerre lévő bevásárlóközpontba is. Érted? Na most ezáltal tönkre mentek a hagyományos vállalkozások. Jobban megnézed. Tehát gyakorlatilag, hogy az emberek tömegesen vettek autót, ezzel tönkretették a környezetükben lévő vállalkozásokat. Akik pedig őkértük jöttek létre, őket szolgálta, ha jobban megnézed. És ugye azok, akik a környezetedben voltak kisebb boltok, az nem külföldi tulajdonba volt, hanem magyar tulajdonba. Sőt, ott élő magyar tulajdonú ember volt a tulajdonos. Nem egy külföldi, érted, aki
azért jött be Magyarországra, hogy minket kizsákmányoljon, érted? Még akkor is, hogyha esetleg olcsóbban tudsz vásárolni, de tudod, hogy tudsz olcsóbban vásárolni, azért tudsz olcsóbban vásárolni a nagy bevásárlóhelyeken, mert ők tömegesen vásárolják meg a termelőktől a termékeket. Ez most mindegy, milyen termelő, hogy tészta vagy zöldség, most mindegy, a termelőktől, de hogy vásárolják meg? Ezáltal potom pénzért. Tehát gyakorlatilag a multinacionális cégek, ahol te elsősorban vásárolsz, gyakorlatilag nem csak tönkreteszik a kiskereskedőket, és tönkretették, hanem tönkreteszik a termelőket is. Az egészséget is. A termelőket is. De magadba mondjad ezt el, jó? Vagy írd fel, azt majd a végén elmondod. Tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy a termelőket is tönkreteszik, mert mivel nagyban vásárolnak, ezért sokkal olcsóbban vásárolják meg azokat a termékeket, mint egy kis kereskedő. Oké? Na most, tehát ha jobban megnézzük, akkor az autó a legtöbb embernek nem szükséglet. Tehát nem szükséglet. Mert avval, gyakorlatilag az autóval elérték azt az emberek, hogy vállalkozások menjenek tönkre a környezetükben, mert beülnek egy autóba, és elutaznak azért, hogy megvásároljanak valamit. És nem ott vásárolnak, ahol a szomszéd. Mondjuk ott a szomszédban, ahol volt a kisbolt. Jó? Tehát, ha jobban megnézed, gyönyörűen elérték azt, hogy te a szükségleteiden felül költs. Világos ez? Na most, gondold végig, hogy én éltem olyan korszakba, ahol az ember annyit vásárolt, amit a következő egy-két napban elfogyasztott. Ha az ember úgy vásárol, hogy amit a következő egy-két napban elfogyaszt, akkor kevesebbet vesz, mert könnyebben kiszámolja, hogy mennyi fog elfogyni a következő egy-két napban, mint mikor nagy bevásárlásokat csinál. Gondold végig. Tehát régen úgy volt a vásárlás, hogy egy héten, két naponta legalább ment az ember vásárolni. Most meg a legtöbb ember csinál nagy bevásárlást, ekkora cucca, érted? És a negyedét legalább kidobja. Mert nem mondja nekem senki, hogy pontosan kiszámolható, hogy egy hétre mennyi fog fogyni. De az, hogy holnap mennyi fog fogyni, ma-holnap mennyi fog fogyni, azt így ki lehet számolni. Világos ez? Jó, tehát azáltal, hogy az emberek nagy bevásárlásokat csinálnak, azt gondolják, hogy kevesebbet költenek, hát a fészkes fenét, mert nézd meg, hogy annak hány százaléka landol a kukában végül. Oké? Lehet, hogy te pont a kivétel vagy, de ne ezt ne vedd figyelembe, nem a kivételekre épül a szabály. Soha. Jó? Az élet és az ember működéséhez átadjuk a módszereket is. Na ebben teljesen különbözünk bármilyen más szervezethez képest. Van olyan, amelyik tudást ad, léteznek olyanok, de fizesd meg. Tehát két dolog van, amit meg kell fizetned. Egy. Máshol. Bazisokba kerül, ha az egy független szervezet. Tehát nagyon sokba kerül a tudás. Vagy add föl az eddigi létformádat, és úgy kapod meg a tudást, és válj annak a vallásnak a tagjává. Világos ez? Tehát akkor nem kell annyit fizetned, mert ledolgozhatod ott a képzéseket. Jó? Tehát például buddhista leszel, és akkor bevonulsz egy, ott hagyod a családodat, vagy szientológus leszel, ott hagyod a családodat, érted? Bevonulsz szépen oda, abba a
hát abban az intézményben, vagy mit tudom én, hogy nevezzem, érted? És ott tanulsz, és ledolgozod, amiért tanulsz, szó szerint ledolgozod, érted? Vagy ha nem akarsz bevonulni, mondjuk a buddhistáknál nem tanulhatsz másként, ha nem akarsz bevonulni, akkor a szientológusokhoz kifizeted a gatyádat is egy képzésért, szó szerint, jó? Nem tudok más olyan helyet, ahol tudást adnak, csak ennél a két szervezetnél, és ez mind a kettő vallás, jó? Tehát itt sehol nem tudok olyan más területet, más helyet, ahol az életben hasznosítható olyan tudást adnak, ami még szellemi téren is segítség. Bár a szientológiában ott szellemi dolgok nem nagyon vannak, ott inkább csak fizikai dolgok. Jó? Na, hát ennyi. De ha ti tudtok esetleg olyan helyet, ahol az élet minden területén alkalmazható tudásokat kap az ember, mert ez nem egy tudás, hanem sok, akkor világosítsatok majd föl, jó? Nem itt most ebben a pillanatban, hanem mondjuk majd a PPA klubban, jó? Akkor nézzük tovább. Azért csináljuk, mert az emberek, sőt az emberiség számára csak egyetlen lehetőség van, a lelki fejlődés. Tehát lelki fejlődés nélkül nem lesz aranykor. Mert 2035-ig szánt szándékkal együtt létre kell hoznunk az aranykort. Hogy minél előbb, minél több ember elinduljon a lelki fejlődés útján. Mert csak így kerülhetnek be az aranykorba. Nézzük a lelki fejlődés szintjeit. 7-es szint van ezen a bolygón, 7 lelki szint. De kihangsúlyoztam, hogy ezen a bolygón. Tehát ezen a bolygón 7 lelki szint van, ha megnézitek, a legtöbb ember itt tartózkodik a társadalmunkban. Tehát nem azt mondom, hogy a bolygón, a társadalmunkban. 1-es vagy 2-es szinten. Vannak már olyan emberek, akik valahova tartoznak. Világban nagy számban vannak olyan emberek, akik valahova tartoznak, de ez a 3-as lelki szint töredéke ennek a másik kettőnek, vagy bármelyikkel figyelembe véve. Tehát valahova tartozás azt jelenti, hogy fizikailag érintkezek azok az emberekkel, oké? Tehát nem Facebookon, oké? Az nem valahova tartozás, az felejtős, fizikailag érintkezek velük, érted? És rendszeresen. Az a rendszeresség az max havi egy, de inkább heti egy. Minimum. Jó? Tehát maximum havi egy, de inkább heti egy, de inkább heti kettő már. Tehát a heti egy az a múlt század. Jó? Tehát az a múlt században volt elég. Manapság még már a heti egy sem elég. Tehát annyira nagy a környezeti negatív hatás, hogy a heti egy az kevés. Tehát ezért csinálunk mi is két összejövetelt. Csak az kerülhet be az aranykorba, aki legalább a 6. lelki szintre felfejlődik. A nagy közösségen belüli saját csapat nélkül ez nem valósul meg. Tehát nem lehet a 4.-5. lelki szintre feljutni saját magad által szervezett csapat nélkül. Tehát ha egy szervezetről beszélünk, amelyik el akarja juttatni a tudást az emberek számára, és azt akarja, hogy az emberek lelkileg fejlődjenek, akkor annak a szervezetnek biztosítani kell azt, hogy saját csapattal rendelkezzen az illető. Illetve lehetősége legyen saját csapatot szerveznie. Na most miért van erre a szükség? Nagyon egyszerű, tehát azok jutottak el a 7. lelki szintre a Föld történetében, akik
gyerekkorukban bevonultak egy kolostorba, és egész életükben a tanulással, tehát egész életüket a tanulással töltötték. Világos? Tehát tudásszerzéssel töltötték egész életüket. Tehát azok jutottak fel a hetedik lelki szintre. Na most, miért? Mert olyan dolgokat is meg kell tanulnia annak, aki a hetedik lelki szinten van, hogy milyen olyan történések lehetnek itt a bolygón, oké? Ami jó, ha az ember tudja, és jó, ha arra a történésre van megoldása. Oké? Na most, hát ugye most hogy élnek az emberek? Úgy élnek, hogy elkezdik az életet, nem elvonulnak, hanem ugye úgy élik, ahogy élik, és akkor történnek velük dolgok. De hát te minden élethelyzetet nem tudsz megélni. Nem? Hát minden élethelyzetet, ami eddig létezik, megéltél volna, vagy a környezetedben létezik, vagy mondjuk, mit tudom én, mondjuk a kerületedben, vagy a faludban létezik, akkor te már lehet nem élnél. Komolyan? Tehát annyi negatív élethelyzetet éltél volna meg, hogy már belepusztultál volna. Hát akkor hogy tanulhatja meg az ember? Gondolkoz logikusan. Hát csak úgy, hogy van egy saját szervezésű csapatod, amely elfogad téged, ezáltal megosztja az élethelyzeteit, belelátsz az élethelyzeteikbe, érted? És neked nem kell megélni élethelyzetet, mert egyszerűen megtapasztalod más kárán azokat az élethelyzeteket, amivel hála Istennek, hogy nem találkozol másként, személyesen. Érted? És ha tudást szerzel, akkor ráadásul még segítségére is lehetsz annak a személynek, és ha nincs tudásod, akkor te vagy benne egy csapatba, és kérdezel attól, akinek van tudása. Világos ez? És ha segítséget kér tőled, és nem tud segíteni, akkor kérsz egy tanácsot egy olyan embertől, a te vezetőttől, aki már tud, és elmondja neked, te meg tovább tudod adni az információt. Világos ez? Tehát ez pofon egyszerű. Tehát emberek szervezése az nem egy nagy dolog. Miért nem? Mert csak módszer kell hozzá. És milyen módszer? Nem kell az egész módszert ismerni. Azt a módszert kell ismerni, ami ahhoz a lépéshez kell. Majd mikor azt a lépést tudod, akkor azt a módszert tanulod meg, ami a következő lépéshez kell. Tehát első lépés nálunk, hogy képes legyen valaki arra, hogy regisztráltakat gyűjtsön. Ezt interneten keresztül csináljuk, erre megvan a megfelelő technika, módszer. Ha ez már megy, akkor tovább léphetsz. Akkor érd el azt, hogy ők tanuló legyenek. Világos? Kezdetben nem kell a két dolgot csinálnod, csak az egyiket. Legyenek regisztráltjaid. Ha már ezt tudod csinálni, hogy legyenek regisztráltjaid, akkor kezded tanulni azt, hogy hogy kell őket tanulóvá tenni. Világos ez? Majd, ha már ezt is tudod, és kellően sok embert behoztál, akkor fogod megtanulni azt, hogy hogyan kell az embereket vezetni. Világos? Tehát nem kell ettől félni, nem kell mindent tudni, annyit kell tudni, hogy hogyan kell a legelején, hogy hogyan kell embereket behozni. Az meg viszonylag pofon egyszerű. Jó? Tehát annak is vannak a lépései, gondold végig. Először azt tanulod meg, hogy, ha nincs Facebookos oldalat, hogy hoz létre egy Facebookos oldalt. Ennyi. Utána, hogy jelölj onnan embereket. Ez a következő lépés. Utána, hogyha jelöltél, akkor hogy hogyan kell velük kommunikálni, ezt kell megtanulni. Tehát ez mind külön lépés. Hát ha valakinek Facebookos oldala már van, akkor ezt nem kell megtanulni. Világos? Vagy amit már tudsz, azt nem kell megtanulni. De az a baj, hogy te egyszerre akarod a kenyeret bekapni. Érted? Hát ha egyszerre akarsz egy nagy szelet kenyeret bekapni, akkor megfulladsz tőle.
Tehát a kenyeret az falatonként esszük. Világos? Ugyanúgy az ismeretekhez, a tudáshoz falatonként jutunk. Tehát lépésről lépésre. Egyszerre csak annyit tanulunk meg, ami ahhoz a lépéshez kell. És a következő lépés majd akkor tanuljuk, ha az elsőt már tudjuk. Világos ez? Jó? No, szóval a lényeg az, hogy szükséges a csapat. Na most ez a rendszer úgy van kitalálva, ráadásul még pluszban, hogy akinek csapata lesz, az még anyagilag is jó jár. Jó? Mert kezdetben például tudja belőle finanszírozni a saját tandíját. Majd később jövedelemként tud realizálódni számára, sőt egy idő után akár ebből tud élni. Oké? Tehát itt úgy tudsz valamiből élni, hogy nem kívánjuk el tőled azt, hogy most akkor hagyjál ott csapot papot, és vonulj be mondjuk egy kolostorba. Oké? Lelki fejlődésed által képes leszel helyesen bánni minden élethelyzeteddel. Tehát önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeiddel, másokkal, tehát más emberekkel, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Vajon fontos lenne, hogy ezeket ismerjék az emberek? Tudjanak ezekkel a területekkel bánni? És tudnak? Na most ki az, aki már látott spirituális előadóktól, engem kizárva, más előadóktól valamilyen YouTube-os vagy akármilyen előadást? Kezeket? Oké. Na, akkor más előadóktól tanulhattál-e olyat, hogy hogyan kell a pénzzel bánni? Tehát spirituális emberekről beszélek. Tehát csak magamról annyit szeretnék mondani, hogy én gyerekkoromtól spirituális indítatású vagyok, de mégis azt mondja, hogy 91-től 2007-ig foglalkoztam pénzügyi területtel. És ez alatt három pénzügyi területen voltunk a vezetésemmel piacvezetők. Tehát a pénzügyi terület és a pénzzel való bánásod itt jön ki a kis ujjamból. Mert csináltam 16 évig. Világos ez? És nem akármilyen szinten, mert pénzintézeti vezető szinten csináltam, sőt, az egyik területen a legnagyobb pénzintézetnek a vezetője voltam, úgyhogy az a legkisebbből hoztam létre, hogy a legnagyobb lett. Na most ezt nem dicsekvésként mondom, csak hogy tisztában legyél azzal, hogy itt olyan tudást is tudsz kapni, ami ehhez az anyagi világhoz tartozik. Oké? Mert ugye anyagi világban is élünk. Az aranykor a szeretet, béke és boldogság kora. Ezt jelenti. Csak az kerülhet be, aki addigra megtanul szeretetben, békében és boldogságban élve, legalább a küldetés, azaz a hatodik lelki szintre jutva, önzetlenül együtt működni másokkal. Tehát az aranykor azt a célt szolgálja majd, hogy az emberek feljussanak a hetedik lelki szintre, és ha egy ember feljut a hetedik lelki szintre, na akkor léphet tovább egy magasabb létformába. Tudod, mi a magasabb létforma? Ahol nem emberi testbe születsz már, nem születsz testbe, jó? Hanem mint lélek, kiválasztasz egy testet, egy felnőtt testet, és használod azt a felnőtt testet, és nem vagy bezárva a felnőtt testbe. Tehát ez nem a földi létforma, de a földön vannak ilyen lények, úgy hívják, hogy angyalok. Világos ez? Akinek a legtöbbje nem is rendelkezik testtel, mert nem kell neki test. Világos az?
De vannak olyanok, akiknek van testük, csak legtöbb esetben nem használják. Jó? Mit csinál addig a test? Alszik. Ennyi. Oké? Nézzük tovább. A tudás és a tapasztalat elsajátítása legalább 9 év. És torzítások elkerülése véget egy helyen kell elsajátítani. Tehát lehet ide-oda ugrálva tanulgatni a világon bárhol, de egy helyen úgyse kapod meg a tudást. Oké? És az a baj, hogyha különböző helyről szerzed a tudást, akkor a torzítások lesznek. A tapasztalatok elsajátítása saját csoport nélkül nem lehetséges. Tehát gyakorlatilag lehetetlen. Ha eddig máshol nem tudtad elérni azt, hogy képes legyél szeretetben, békében és boldogságban élve, önzetlenül együttműködj másokkal, akkor máshol nem is fogod ezt elérni. Tehát ha eddig nem sikerült, máshol nem is fogod elérni. Aki ki akarna maradni, az nem éli meg az aranykort. Ennyi. Figyeljétek meg, egyre több az olyan haláleset, hogy minden átmenet nélkül vége szakadt az életének. Régen ilyenek voltak a balesetek, de most már egy csomó olyan haláleset van, ami nem baleset következtében egyik pillanatról a másikra megszakad. Tehát nekünk is van olyan a rokonságban, aki lefeküdt szúnyogálni délután, és nem kell föl soha többet. És volt 50 éves. Hát ami azt jelenti, hogy azokat a személyeket, akiknek esélye nincs, hogy bekerüljenek az aranykorba, az aranykorhoz az kell, hogy tudást szerezzen az ember, fel kell üljön a hatodik lelki szintre, egyszerűen fogják és kikapcsolják az élők sorából. Még jó neki, mert visszaszülethet esetleg egy olyan családba, amelyik akar tanulni és fejlődni. Ennyi. Csak PPH-nál van nyíltan egy helyen minden élethelyzetre tudás, módszer és megoldás. Ezért az aranykorba jutáshoz a PPH az egyetlen lehetőség. Ráadásul még a legkedvezőbb feltételekkel is nyújtjuk ezt. Hát azért én megkérdezném tőletek, hogy milyen képzést kapsz te máshol, óránként mondjuk 330 forintért. Semmilyet. Nem léteznek óránként 330 forintért képzések. Az első hónap ettől eltér, ugye ott 660 forint a tandíj óránként. De nem óradíjban mérjük ezeket a dolgokat, hanem havi. És 30 óra képzést nyújtunk egy hónapban, tehát így felszorzod, akkor kijön az összeg. Ugye az első hónap az 19.700 forint, a második hónaptól pedig 9.800 árgaranciával. Ez az árgarancia az azt jelenti, hogy 35 hónapig akkor van a 9.800 forintos árgarancia, függetlenül attól, hogy addig mennyi áremelés lesz. Jó? Egyébként áremelés tervezés úgy néz ki, hogy február 1. Jó? PP az egyetlen esély, nem kapsz több esélyt az aranykorba jutáshoz. Jó? Ennyi. Tehát lehet keresgélni nyugodtan, de nincs több esély az aranykorba jutáshoz. Egyedülállóan itt minden egy helyen megtalálható. Csak itt van a három az egyben, helyrehozhatjuk a saját életünket, helyrehozhatjuk mások életét, bejuthatunk az aranykorba. Magamról egy-két gondolat már volt. Mi kell ahhoz, hogy az aranykor létrejöjjön? Kidolgozott rendszer. Rendszerességgel átadható tudás. Az élet és az ember működésének ismerete. Etikus élet, erkölcs, becsület, tisztesség. Folyamatosság. Profizmus. Közösség, folyamatos szervezés, gyakorlási lehetőség, és 300 millió tudását adó. 300 millió olyan emberre van szükség, aki átadja az emberek számára a tudást.
Oké? Ami azt jelenti, hogy átlagosan egy ember kb. 25-öt fog tanítani. Átlagosan. Mi kell ahhoz, hogy az aranykor létrejöjjön? Nem gondolod, hogy elég szomorú dolog lenne rád nézve, ha nem engedhetnéd meg magadnak havi 9800 forintot? Nem engedhetnél meg magadnak havi 9800 forintot? A saját személyiség fejlesztésére és az életed jobbítására? Jó kérdés, nem? Ezt az én helyetekbe fölírnám, akik szerveznek, jó? Mint záró kérdés. Ezt csak úgy mondom. Ez egy teljesen jó záró kérdés. Nem gondolod, hogy az emberek szellemi fejlődésének elősegítése az egyik legetikusabb tevékenység a bolygón? Ezt is fölírnám helyetbe, jó? Nem jó lenne a szellemi fejlődéseddel pénzt keresned úgy, hogy magad akár, hogy majd akár ez biztosítaná a megélhetésedet, vagy akár a családod megélhetését is? Ezt már nem kell fölírni. Jó? Tehát nem jó lenne a szellemi fejlődéseddel pénzt keresned úgy, hogy majd akár ez biztosítaná a megélhetésedet, vagy a családot megélhetését is? Hát most valamiből megélsz. De nem jobb lenne, hogyha a jövőben a szellemi fejlődésed, de úgy keresnél pénzt, hogy segítenél abban, hogy mások is szellemileg fejlődjenek? Gondold végig. Tehát ha ennél etikusabb, tisztességesebb, becsületesebb foglalkozással találkozol, akkor én megeszem a kalapom. Szóval a lényeg az, hogy az embert leginkább az befolyásolja, amivel a legtöbbet foglalkozik. Ha mondjuk valakinek a foglalkozása az, hogy megbüntesse a parkoló autó tulajdonosokat, akkor gondolj bele, az előbb-utóbb milyen emberré válik. Elnyomóvá, ezt úgy hívják. Mert a emberek büntetése az elnyomás. Tehát az embereket tilos lenne büntetni. Ugyanis az emberek akkor válnak olyanná, hogy egyetlen egy dolog használ valamilyen szinten a büntetés, ha eljuttatták oda, hogy már semmi nem használ, csak a büntetés. Ugyanis amikor az emberrel szemben elkövetik az első büntetést, akkor az illető nem szándékosan cselekedett. Most azért ugyan megkérdezném, egy nem szándékos cselekvést miért jutalmaz a társadalom büntetéssel? Miért jutalmaznak a szülők büntetéssel például? Azért, mert ez a szokás. Értelmes emberekről van szó, és a gyerek is értelmes. Ami azt jelenti, hogy egy gyereknek is el lehet magyarázni, hogy ez egy nem helyes cselekedet volt. Mert van benne egy értelmes lélek. És onnantól kezdve a gyerek mellőzi azt a fajta cselekvést. És ha még egyszer sikerül véletlenül egy olyan cselekvésbe befutnia, akkor sem lesz a szándékos. Világos ez? Tehát a börtönbe ülő emberek, akik első alkalommal ültek börtönbe, azoknak a 90%-a
az nem szándékos cselekmény véget ül börtönbe. Világos ez? Aki első alkalommal ül. Azok a mind gyönyörűen meg lehetett volna, tehát ha az ember nem szándékosan követel dolgokat, gyönyörűen meg lehet vele beszélni, és többet az tuti, hogy nem csinálja. Érthető ez? És ez mindegy, hogy felnőtt, vagy mindegy, hogy pici gyerek. Oké? Hát az a pici gyerek az, amikor már jön, megy, beszél onnantól. Világos ez? Hát mondjuk másfél éves kortól. De hát másfél éves korig meg nem is követel semmit. Hát ott fekszik az ágyban, mit tud elkövetni? Hát semmit. Gondold végig. Hát ott inkább az a helyzet, hogy vigyázni kell. Jó? Mármint a felnőttnek, a gyerekre. Mit kell tenni, hogy az aranykor megvalósuljon? Mivel itt vagy, te egy jó ember vagy. Kezd el te is az aranykort építő, független PPA közösséggel az együttműködést. Úttörő szerepünk van. Tenni kell rendszeresen a dolgunk. Vagyis minél több embernek el kell juttatnunk a lelki fejlődést eredményező, a mindennapokban használható, a boldog élethez vezető tudást. Nézzük meg, mi ez a tudás. Hány terület van. Van a Life Élet Coach szemeszter. Egy szemeszter 9 hónap. Vannak olyan képzések, ami egy hónapos, van, ami 2. Lesznek olyanok is majd hamarosan, hogy 3 hónapos képzések. Etika coach képzés. Nem véletlenül kezdődik a sor ezzel. Bár te most nem ezzel kezdesz, hanem a probléma megoldó coach-a. De nem gond, mert körfolyamatban vannak a képzések. Az azt jelenti, hogy ami kimaradt, az a végén kapod meg, semmi gond nincs ezzel. Egyébként az etikáról meg mindig van szó valamennyi, hát nyilván nem egy komplett képzés. Tehát mindennek az alapja az etikus élet. Ez egy 2 hónapos képzés egyébként. Eredményes tanulás, coach képzés, hogy akar valaki tanulni, ha nem tud eredményesen tanulni? Hát ebben foglalkozik ez az egy hónap. Önismeret coach, hú de fontos, hogy az ember ismerje magát, ez megint egy 2 hónapos képzés. Hangulatjavító coach, hát ez is nagyon fontos, hogy az ember javítani tudja a saját hangulatát, mert a saját hangulatunkat tudjuk javítani, akkor másokét is. Személyiségfejlesztő coach. Hát, hogy az embernek a személyisége fejlődjön, elég fontos lenne, az egész élet során kellene, hogy fejlődjön a személyiségünk. Elnyomás feloldó. Egy ember nem tudja, hogy hogyan találja meg az elnyomókat a saját környezetében, már pedig minden 5. ember, 5. a bolygón. Minden 5. ember elnyomó. Tehát az emberiség 20%-a antiszociális. Tehát elnyomó. Ez volt a 9 hónap. Tehát ez minden, megnézed, most úgy vannak beosztva, hogy minden 9 hónapos szemeszter az 6 nagy téma. A happiness, azaz a boldogság coach szeminárium 9 hónapja, ugye a következő, önbizalomteremtő coach. Hát elég fontos lenne, hogyha eredményeket akarnál produkálni, hogy az önbizalmad egy kicsit növekedjen. Szeretetteremtő coach. Hát képesnek kellene lenni arra, hogy az ember képes legyen a szeretetet működtetni a saját életében, és erre mások segítségére is tudjon lenni. Párkapcsolat coach. Hát a legtöbb embernek elég nagy szüksége van arra, főleg, hogyha párkapcsolatban él, hogy jól tudjon bánni az ellenkező nemmel. Gyermeknevelés coach. Hát aki már túl van rajta, annak se nagyon probléma, mert jönnek az unokák, és jó lenne, hogy te legalább, ha a gyerekeid már nem is tudják jól nevelni, vagy még nem tudják jól nevelni, legalább te jól neveld majd az unokádat. Hát nyilván, akinek még kisgyereke van, annak meg elég fontos lenne, hogy egy olyan gyereket neveljen, aki megállja a helyét az életében majd. Egészségteremtő coach. Hát fontos lenne, hogy az ember tudja, hogy hogyan válhat egészségessé, illetve hogyan tartsa meg az egészségességét.
és fontos lenne tudni, hogyha esetleg valami baja történik egészségterén, akkor az mi következménye? Tehát minek a következménye? És egy következmény, az mi, egy következménynek mindig van oka. És ha az okokat az ember megszünteti, akkor megszűnnek a következmények is. Világos ez? Na, haladjunk tovább. Egyébként az is egy 2 hónapos képzés. Boldogságteremtő coach. Hát elég fontos lenne, hogy az ember az olyan ismereteket ismerje, ami a boldogsághoz szükséges. Ezek ilyen feltételek és szabályrendszerek. Tehát nem mindegy, hogy boldogság ellenes cselekedetet tesz az ember, vagy boldogság párti cselekedeteket művel valaki. Ez megint 6 nagy téma volt, és következik ugye a biznisz, az üzletcoach szemeszter. Hát most gondolj bele, ha az emberek, tehát ha azt akarjuk, hogy aranykor legyen, akkor szervezni kell. Ha szervezés, akkor ott már rögtön bejön az a képbe, hogy üzlet. És akkor ebben is tisztában kell lenni. Na nézzük. Cél megvalósító coach. Hát nem csak annak kéne tudni a céljait megvalósítani, aki valamilyen üzleti életben működik, hanem bárkinek. Nem? Tehát akkor jobban megnézzük, nem is annyira üzleti dolgok vannak itt, hiszen a következő is kommunikációs coach. Hát elég fontos lenne, hogy az ember jól tudjon kommunikálni másokkal. Meg tudja érteni a másikat, és őt is meg tudják érteni. Emberi bánásmód coach. Hát elég fontos lenne, hogy minden ember jól tudjon bánni másik emberrel, nem? Tehát ezek nem csak az üzleti életben fontos dolgok, hanem a civil életben is. Nézzük tovább. Hatékonyság coach. Hát elég fontos lenne, hogy az életedben, sőt az életed minden területét hatékonyan tudjál működni. Nézzük. Növekedés coach. Ami azt jelenti, hogy képes legyél felmérni a saját élethelyzetedet, és növekedést elérni benne. Például akár mondom, mondjuk egy párkapcsolatban. Ha az ember stagnál, az a visszafejlődés kezdete. Egy párkapcsolatnak is fejlődni kellene. Ez a növekedés, ez ezt jelenti, hogy fejlődés gyakorlatilag. Nézzük tovább. Pénzteremtő coach. Hát elég fontos lenne, hogy képes legyél pénzt teremteni. Tehát ne legyenek a jövőben semmilyen jellegű anyagi gondjaid. Világos ez? Ez a pénz teremtése az azt jelenti, hogy mindig legyen elég pénzed. Világos? Az elég pénz az nem azt jelenti, hogy annyi, amennyit elköltöttél. Neked legalább 3 évnyi tartalékkal rendelkezned kellene pénzügyileg. Mondom, 3 évnyi tartalékkal. Tehát ha egy családról beszélünk, akkor a családnál meg kell nézni, hogy mennyi az havi összbevétel, és azt meg kell szorozni 36-tal, és legalább annyi tartalékkal kellene rendelkezned. Világos ez? Nem vagyonnal, tartalékkal, ami bármikor pénzre váltható. Világos ez? Mert az, majdnem kimondtam, hogy mit csinálj vele, ha nem válthatod pénzre. Akkor nézzük tovább. Le is ment a business coach. Következő a vezető. Tehát a leader coach. Szervezetvezető. Tehát hogyha az ember szervez, már pedig anélkül nem lesz aranykor, fontos lenne, hogy képes legyen vezetni a saját szervezetét. Probléma megoldó coach. Ez egy 2 hónapos képzés, pont ebben vagyunk most benne. Jó, tehát pont ezt csináljuk, a 2. hónapját most kezdtük, ugye a héten. És rengeteg olyan dologgal foglalkozunk, ami probléma az életben, és annak a megoldásával. Világos ez? Nagyon egyszerű. Sikerteremtő coach következik. Hát ez is fontos lenne, hogy az ember képes legyen sikeres lenni. Tehát a sikeresség az azt jelenti, hogy képes legyél
teremteni. Oké? Teremteni. Hát ez az ember feladata, hogy teremtsünk. Tehát ez a küldetése az embernek, hogy elérje azt, hogy képes legyen teremteni. Szervezéskócs. Képes legyél az életben minden olyan dolgot, amit szervezésnek nevezünk, megszervezni. Nézzük a következőt. Marketingkócs. Képes legyél eladni magadat, vagy bármit, amit szeretnél. Oké? Na most, ha valaki ettől tart, ha nem lenne a Földön kereskedelem, éhen halnál. Oké? Tehát nem csak termelésre van szükség a Földön, hanem kereskedelemre is. Ha nincs kereskedelem, akkor hogy jut el az emberekhez bármi? Lehet az termék vagy szolgáltatás? Sehogy. Világos ez? Tehát elég fontos terület. Nézzük tovább. Konfliktus feloldó coach. Hát elég fontos, hogy az ember, ha konfliktusba kerül, vagy valaki a környezetében konfliktusban van, akkor ez megszűnjön. Mert konfliktusban nem lehet teremteni. Ez is 6 téma volt, ha megnézitek, ez is volt, amelyik 2 hónapos, van amelyik 1 hónapos. Akik nálunk tanulnak és fejlődnek, képessé válnak megoldani az életüket és eljutni az aranykorba. Ostobaságra val, ha valaki azt gondolja, hogy neki nem kell tanulni az emberrel és az élettel való helyes bánásmódról, illetve ezekben nem kell fejlődnie. A lelki fejlődés az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell menned. Ezen az úton nem lehet megállni, vagy lelépni róla, mert mindenféle nehézség és zaklatottság fog a hatalmába keríteni. Ez egy fenti idézet, bár itt innen az idézőjel hiányzik a végére. Az nem lelki fejlődés, ha magadért fejlődsz. Másokért kell fejlődni. Vagy fejlődsz, vagy szenvedsz. Már nincs más út. Ez mind üzenet. Jó? Nem tőlem, én csak közvetítem. Ha nem veszed észre a lelki fejlődésed szükségességét, a szellemiség és a teremtőd szerepét az életedben, tártkarokkal hívsz magadhoz minden rosszat, ami csak létezik. Ez is fenti üzenet. A módszereket is átadó lelki fejlődésre az egyetlen hely a PPA Nyílt Akadémiája. Oké? Mit kell tenni, hogy ha elakadnál a haladásban? Nézz utána a megfelelő tudásanyagainkban a megoldáshoznak. Kérd a PPA-s vezetőt segítségét. Hát ha nem találod, akkor kérd a PPA-s vezetőt segítségét. Ha nem tud segíteni a PPA-s vezetőt sem, akkor kérd a teremtőt segítségét, akiben hiszel. Hát nem hiszem, hogy nem tudunk segíteni bárkinek. Ugye az elmúlt időszakban, mióta ilyen dolgokkal foglalkozunk, az elmúlt 10 évben, mert 10 évvel ezelőtt kezdtük az ilyen típusú tevékenységet, az elmúlt 10 évben nem sikerült, hála Istennek, olyan kérdést föltenni az embereknek felém, amire ne érkezett volna válasz. Nyilván ez ember és élet működésével kapcsolatos dologról van szó. Ez a ne érkezett volna válasz, ez 3 perc. Max. Mi lesz azokkal, akik nem hajlandók lelkileg fejlődni, tudást és módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez? Az emberiség számára csak egyetlen út van, az aranykorba jutás. Tudjuk, hogy aki a testét nem táplálja, az meghal. 2012. december 23-ától, aki elutasítja a lelki táplálékot, azaz a lelki fejlődést, az nem éri meg a 2035-ig létrejövő aranykort. Ennyi. Egy egyénnek az aranykorba kerüléshez szükséges tudás elsajátításához legalább 9 évre van szüksége. Ezeket, ha nem hiszed, majd megtapasztalod, semmi gond.
Jó. Hát ennyi fért bele a mai estébe, illetve a mai délutánba, mert lassan már este. Estébe hajló az idő. 20 perc szünet után probléma megoldó coach képzésünk kezdődik. Mindenkinek jó szünetet kívánok. Ha bárkiben bármilyen kérdést merült volna fel, akkor kérdezze a vezetőjét, vagy ha itt van jelen személyesen, akkor ugye a PPA klubban feltehet kérdéseket, illetve akár az interneten keresztül is föl lehet tenni kérdéseket. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jó tanulást és további szép estét kívánok mindenkinek, illetve szép napot. Szeretlek benneteket, sziasztok!